Szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönjük a Computer World-nek ezt a lehetőséget, hogy ennek az üzleti vacsorának a keretében bemutathatjuk önöknek az EuroOffice termékünket. Továbbá a rendezvény zárásaképpen a vacsora után egy kis borkóstolóra is meginvitáljuk önöket. Arra gondoltam, hogy nem egy előkészített prezentációval kezdem, ilyen bemutatót majd a kollégám Kolesár Kázmér tart. Szegfű László, aki elfogadta szintén a Computer World fölkérését, ő is készített bemutatót, ilyet láthatnak. Én igazából azt szeretném bemutatni, demonstrálni, hogy maga a program az hogy működik. Néhány fájlon keresztül, hogy lássa mindenki, mi az, amit mi ténylegesen kínálunk, mind az oktatásban, mind az intézményi körben, mind Magyarországon, mind bárhol a világban. Mondjuk kezdjük például egy oktatási példával. És elindítom az EuroOffice 2012-t, és itt megjelenik egy alapszakos szakdolgozat, nem is olyan régen készült, de mi az az eszköz, ami ezt megmutatja? Ez az eszköz, ez az EuroOffice 2012, ahogy önök tudják, vagy talán többen is tudják, amikor 2001-ben megjelent a Sun Microsystems OpenOffice.org nyílt forráskódú megoldása, és lehetővé tette, hogy bármely fejlesztői közösség, vagy akár társaság is ehhez hozzáfejleszen. A Multiráció Kft. Akkor ért ezzel a lehetőséggel, és az OpenOffice.org 1.0-es verziójának elvégezte a magyarítását, több funkciót is hozzáfejlesztett, és megjelent a Magyar Office irodai alkalmazás. Ez a Magyar Office irodai alkalmazás, ez 2003-ban innovációs díjban is részesült. 2005-re készítettük el ennek az irodai alkalmazásnak azt a változatát, amely ugyanúgy az OpenOffice alapprogramra épül, hozzáadja a társaságunk által fejlesztett funkciókat, továbbá 7 európai nyelvet támogat. Ez alatt azt értjük, hogy miközben az alapprogram az OpenOffice.org és származékai, hát több mint 100 nyelven hozzáférhetők, mi a mi funkciónkat a 7 fő európai nyelven is lokalizáltuk, elsősorban a Morphologic közreműködésével, hiszen a mi nyelvi eszközeinket a Morphologic Kft. Szállítja nekünk is, ugyanúgy, mint a piacvezető társaságnak. Tehát mi az, amit mi csinálunk? Ez a számítógép, amiről futtatom a programot, egy Windows 7-es operációs rendszerrel rendelkezik, angol nyelvi változattal, és az operációs rendszer nyelvét választja ilyenkor az elindított program, tehát ahogy önök látják, a kezelői felület angol nyelvű. Ezen a legördülő menün keresztül tudom bemutatni, hogy a programban beépülnek a mi funkcióink. Ez 2007 óta, mióta elkészült az OpenOffice.org-nak a kiterjesztés kezelő megoldása, ezeket kiterjesztések formájában készítjük el, ami azt jelenti, hogy mind a mi általunk szerkesztett EuroOffice-szal, mind az OpenOffice.org újabb változataival, az azóta az OpenOffice.org-ból kiváló LibreOffice újabb változataival is futtatni lehet ezeket a kiterjesztéseket. Sőt, azt is megtettük a tavalyi év során, hogy az IBM Lotus Symphony alkalmazásához is migráltuk ezeket a kiterjesztéseket, tehát ott is elérhetők. De én most elsősorban a saját magunk által szerkesztett irodai alkalmazáson keresztül akarom megmutatni. Itt ezt tudni kell, hogy mit értek én saját magunk által szerkesztett irodai alkalmazáson.
túl azon, hogy az egymás után érkező Open Office vagy Open Office alapú alapnyírforráskódú szoftver kódot átnézők, ehhez már 2004 óta forráskód alapú minőségbiztosítással is hozzájárulunk, amelyet a Szegedi Egyetemmel közösen végzett program, illetve a Szegedi Egyetemnek egy forráskód alapú minőségbiztosító eszköze segítségével végzünk a Szegedi Egyetemen, és ott a Szegedi Egyetemen belül a Frontend Art spin-off cég közreműködésével. Tehát az a program, amit mi kiadunk, az egyrészt az OpenOffice.org, illetve a LibreOffice legújabb kódjára épül, tehát itt az EuroOffice 2012, ezt majd a kollégám elmondja, hogy mely változatoknak a konszolidált kódjára épül. Ezekbe elhelyezzük a mi kiterjesztéseinket, és ezek a kiterjesztések akkor, ahogy itt a helpen keresztül látjuk, megjelennek, és értelemszerűen mindegyik kiterjesztéshez megjelenik a súgon belül a funkciónak a leírása, hogy támogassa a felhasználót. Tehát ha megyünk végig a menüsorokon, akkor látjuk az EuroOffice Clipart, hogyan épül be a menüsorokba. Tehát a különböző funkcionális töbletek, fölhívom a figyelmet itt erre az... bocsánat, hogy egy picit ügyetlen vagyok. Az eszközöknél. Itt van ez egy újdonság, a levél archiváló, erről majd a kollégám beszél. Ennek az a lényege, hogy az elektronikus levelezéseinkből készít mappát. Ez azt jelenti, hogy a mappa maga egy szövegdokumentum, egy ODT dokumentum, amelyben kronológiai sorrendben elhelyezze a leveleket, akár az összes levelet, akár a kiválasztott partnerrel folytatott levelezésünket, tehát egy elektronikus napló készül belőle. Ezt hát többen elég hasznos eszköznek tartják. Magán a kezelői felületen, tehát a szövegszerkesztőn is lehet látni két olyan funkciót, amely beépül a kezelői felületre. Az egyik a szótár funkció, a másik pedig egy ilyen valutaváltó. De most visszatérek akkor az alap bemutatására. Tehát nem árulok el titkot, hogy ez a lányomnak az alapszakos szakdolgozata, harmadéves történész szakos, és ennek a programnak a segítségével 8 éve használja ezt a programot, miközben ő ugye az iskolában, a középiskolában is a piacvezető termékét tanulta. Az ott megszerzett ismerettel ő gyakorlatilag úgy használja a mi programunkat, hogy egyetlen egy dolgot kérdezett csak meg azt, hogy hogyan tud elmenteni doc formátumba, hogy a tanárainak és a társainak el tudja küldeni. Ő abszolút nem számítástechnikus, egy teljesen humán, vagy mondjuk bölcsés beállítottságú. Látjuk a működés közben, hogy hogyan tölti be az éppen beállított szótárt. Hát ez a Andrássy családnak a 19. századi történetéről szól, az Andrássy Gyula fiai életéről, illetve elsősorban miután a lányom készítette az Andrássy családon belül a hölgyeknek a szerepéről, édesanyák, feleségek, lányok. Tehát ez egy 61 oldalas dokumentum, sűrűn lábjegyzetekkel, hivatkozásokkal, tükörméretre állítva. Igazából ő ezt tökéletesen mindenféle segítség nélkül megcsinálta.
ezt a dokumentumot, lepörgetem az egészet arra pontra, ahol igazából segítséget kért. Képeket helyezett el a család tagjairól, ő maga válogatta össze a képgalériát, és abban kért csak segítséget, hogy ezt úgy helyezzel a dokumentum, hogy az ne kezdjen el mászni, amikor újra tördelődik a dokumentum, ott maradjon, ahol annak lennie kell. Ebbe segítettem, ezen túl minden teljesen maga elkészített. Itt van az andrási lányok és andrási feleségek, családva, bibliográfia. Tehát ennyit az oktatásról. Ezt azért akartam ezt a demonstrációt bemutatni, hogy lényegében az oktatásban bármikor lehet ilyen típusú irodai alkalmazást használni, nem feltétlenül szükséges a piacvezető terméket az oktatásba használni, minden funkciót ez az irodai alkalmazás tud, ami az oktatásban akár egy átlag, de nem is egy átlag, annál magasabb színvonalú dokumentum szerkesztés igényel. Most akkor bemutatnék még egy ilyen alkalmazást, hogy mennyire robusztus ez az alapvetően, hogy eredetileg a Hamburgi és Star GmbH, mint egy 120 fős szoftvermérnöki társaság által készített program, és mennyi mindent tud. Mindjárt megkeresem a másik demonstrációt, mondjuk vegyük ezt. Ez megint csak egy szöveges dokumentum. A jó barátommal, Lukács Bélával, aki egyben a társaságnak is az egyik alapítója, egy ismeretterjesztő könyvet készítettünk, voltunk olyan bátrak, hogy készítettünk, 2010-ben jelent meg a Helikon kiadónál. Nem annyira a saját magamat akarom ezzel reklámozni, inkább azt akarom mutatni ezen a demonstráción, hogy egy ilyen több mint 200 oldalas könyv, amelyben táblázatok, térképek, mi egymás, tehát sok minden helyet foglal, egy professzionális szerkesztő készített, és teljesen rábíztuk, hogy milyen programot választ, használja a Word-öt, használja az OpenOffice Writer-t, és ő azt mondta, hogy egyértelműen az OpenOffice Writer az, amelyik egy ilyen feladat ellátására dedikált, és azzal is készített el, sőt, hát az egésznek a karbantartását, frissítését, újabb kiadásokhoz való előkészítését is azzal készíti. Picit lejjebb görgetek benne. Tehát ilyen térképek sokasága helyezkedik el különben a dokumentumban. Lefordítjuk PDF-nek. PDF-be ez azért egy hatalmas méretű dokumentum, de ezt teljesen jól, tehát úgy kezel a program, hogy nem fagy le tőle, nem esik céljel, stb. Tehát azt gondolom, hogy ez az alapprogram, ez teljesen jól ellátja a feladatát, amire készítették. Itt olvasgatja közben befele a térképeket a ezeknek készített mindenféle. Igen. Tehát vannak bennem ilyen ábrák is szép számmal. Jó, tehát ez a második ilyen demonstráció a program működését illetően, és hadd mutassak be akkor
olyan fájlokat, ami a kalknak, a számolótáblának a megnyitásával indul. Tehát itt is itt helyezkedik el az a kiterjesztésünk, az EuroFIS térkép diagram készítő, amivel számolótábla szintű adatokon vizualizálhatjuk az adatokat a program térkép adatbázisában elhelyezkedő térképeken. Illusztrációképpen itt mutatok egy ilyen esetet. Ezek gazdasági aktivitási adatok a megyei szinten, és ugye a táblázatban látható adatok akkor megjelennek a Magyarország térképén. Hát lehet ezt régiók szintjén, ahogy mondtam, negyedéves. Hát a különböző adatokat, típusú adatokat lehet a különböző térképeken bemutatni, megyei adatokat, vagy regionális adatokat, tehát hogy munkanélkül, tehát a táblázatban munkanélküliségi ráta, a adatok, munkanélküliek száma, foglalkoztatottak száma, inaktívak száma, tehát ezeket az adatokat szemléltethetjük, mutathatjuk be ilyen térképeken, és hát ennek a képessége, ennek a vizualizációs eszköznek természetesen ugye elég széles körű. Tehát például Európa országaiban a GDP adatoknak az alakulását ábrázolhatjuk vele. Vagy az Egyesült Államokban ugyanúgy az Egyesült Államok szövetségi államainak az adatait szintén egy Egyesült Államokra, tehát az Egyesült Államok térképén. Még egy ilyen típusú demonstráció. Tehát ez szintén gazdasági aktivitási adatok egy hosszú táblázatban megyénként ugyanúgy foglalkoztatottság, inaktivitás, munkanélküliségi ráta, foglalkoztatási aktivitási ráta, ezeket az adatokat akkor így vizualizálhatjuk. És tehát olyan jelentéseket, riportokat készíthetünk, amely mutatja mi adatainknak a geográfiai jellegét. Jó. Közben nyugodtan lehet kérdezni, vagy akár szólni, hogyha gyors vagyok, nem vagyok érthető. Jó, tehát ez a számolótáblához készített egyik funkcionális többlet, térképes diagramrajzoló, de ugyanehhez a számolótáblához készítettünk és folyamatosan fejlesztünk egy szolver típusú megoldást, tehát olyan matematikai programot, amely az Excelben is megtalálható, ott szolver a neve, hát mi ezt optimalizálónak hívjuk, mi lenne ha típusú matematikai feladványokat, tehát tervezési feladatokat segít. Itt megnyitottam azt a számolótáblát, amely hát angol nyelven 10-1-nehány, vagy nem tudom hány példafeladatot visz végig, tehát a felhasználó ezeken a példafeladatokon keresztül akár elsajátíthatja a program használatát, akár megtalálhatja azt a példafeladatot, ami az őt életben használt feladatához illeszthető, és akár ezt a példát egyszerűen rászabhatja az ő saját esetére. Tehát ilyen típusú fejlesztést most elég intenzíven készítünk.
Tehát itt sok... Persze most nem célom, hogy itt önöket minden egyes feladaton végigvigyem, és ezt most megtanulják használni. Hát értelemszerűen magyar nyelvű példa feladatok is ugyanúgy, vagy egyszerűen az angol nyelvűeknek a magyar nyelvű változata ugyanúgy rendelkezésre áll a felhasználók számára. Tehát ez egy másik ilyen fejlesztésünk, bocsánat, amit jelenleg is fejlesztünk, ugyanis hát ezt gondolom önök tudják, hogy úgy a pénzügyi világban, mint egyáltalán a vállalati életben az Excel és az Excel alkalmazások nagyon elterjedtek. Ez jelentős mértékben hozzájárult a piacvezető termék sikeréhez. Azt gondolom, hogy alternatív megoldásnak mindenképpen a számolótábla szintű alkalmazásokban lépést kell tartani azzal, hogy a piacon ugye magának az alapprogramnak, tehát az OpenOffice Ornak és a származékainak a piaci elterjedésével hasonló módon kíván teret nyerni. És akkor ugye miután mi értelemszerűen elkötelezettjei vagyunk a nyílt forráskódú irányzatnak, elsősorban azért, mert a társaságot fizikusok alapították, és a tudomány az nem nagyon szerette az zárt forráskódú programokat, mert egyszerűen a tudományban fontos az, hogy lássuk, hogy az adott program mit csinál. Tehát ahhoz, hogy elhiggyük a másik kutató munkáját, ahhoz le kell ellenőriznünk igenis, hogy az ő általa végzett kutatás eredmény, számítás, levezetés az helyes. Ugye most a napokban jelent meg egy hír, hogy Amerikában két közgazdász Excelben kiszámolt valamit, amivel ugye szerették volna a publicisztikájukban állított a nemzeti össztermék alakulásáról, illetve azon belül a nemzeti össztermék és az államadósság kapcsolatáról. Nekik volt egy állításuk, azt hiszem, hogyha 90% fölötti, akkor az baj. Na most kiderült, hogy az Excel táblázatban készített számítások, amit egy jó ideig titkoltak az érdekelt kutatók elől, ezek a számítások hibásak. Egyszerűen rosszul számoltak. Tehát nem az Excel hibája, bár ugye az Excel-lel kapcsolatban tudjuk, hogy a számábrázolásban és egyéb kérdésekben ugye néhány évvel ezelőtt még azért voltak komoly problémák, és amikor pénzügyi világ igen jelentős mértékben épít erre a programba, amelyben esetleg vannak ilyen hibák, hát ez a hiba nyilvánvalóan tovább gördül. Tehát azt szeretném ezek után az Excelre rátérve, miután ezen a gépen van egy Microsoft Office is, tehát ezzel megnyithatok jogtisztán értelemszerűen Excel fájlokat is. Mi a térképes diagram rajzoló programunkat az Excelhez is migráltuk, tehát van egy olyan térképdiagram rajzoló megoldásunk, amely nem az OpenOffice kalkjárban, vagy az EuroOffice számolótáblájában, hanem az Excelben készíti el ezeket a térképeket, tehát az Excelben segíti megjeleníteni az ábrákat. Tehát mondjuk ezen a példagyűjteményen ugye láthatjuk Németország úgynevezett NATS, az Eurostat által használt térségi beosztásoknak megfelelő régiókra. Hát itt mit látunk? Hát itt egyszerűen csak... Itt a tartományokat látjuk, nem a számokat néztem, hát a számok azok csak ilyen meseszámok, de valós tartalmakat ugyanúgy meg lehet ezeken jeleníteni. Például Olaszországban NATS 2,
típusú ezek régióknak felelnek meg, ugyanúgy megjeleníthetjük az adatainkat Németországban. NAC 3, tehát járási szintű adatok úgy szintén. Tehát ugye ennek az alkalmazásnak az a lényege, hogy ez elég drágák azok a szoftverek, amelyek ilyen típusú geográfiai ábrázolásokat készítenek. Mi ebbe a programba összegyűjtöttünk egy olyan funkciókészletet, amely meglátásunk és a tapasztalat szerint a felhasználók számára a felhasználóknak egy elég széles rétegére alkalmas eszközt szolgáltat, amely hát töredéke azoknak a szoftvereknek, amelyek ugye professzionálisan ezen feladatokhoz vannak dedikálva, de számoló tábla szinten ezeket mind el lehet végezni. Tehát ezek azt gondoljuk, hogy hasznos funkciók. Tehát mindazt, amit a számoló táblában meg lehet csinálni, ez a program az Excel számára is lehetővé teszi. Mondjuk még egy másik ilyen példát itt is hasonlóan. Olaszországra NAC 3, azaz járási szintű adatokat mutat az ábra. Magyarországon település szintű adatokat, az Egyesült Államokban egyes kiemelt szövetségi államokat, vagy mondjuk Svédország esetében, Svédország NAC 1-es régió, ha jól látom. Tehát ezekkel szerettem volna bemutatni, vagy ízelítőt adni ahhoz, hogy ez az Eurofis 2012, illetve az Eurofis 2012-n túl a mi társaságunk milyen tevékenységet folytat, milyen szoftvereket kínál a felhasználók számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennyit bevezetésképpen, és köszönöm a türelmüket.